Nyíregyházi táncosok adta kézzelítőt azon a sajtótájékoztatón, ahol az idén már negyedik alkalommal megvalósuló Verbunk napja programjaira hívták fel a figyelmet. A kezdeményezés a Kárpát-medence 5 pontján várja majd szeptember 28-án a látogatókat. A kiválasztott helyszínek mindegyike komoly hagyományokkal rendelkezik a Verbunk tánc terén. Egy új stílusú tánc, ez azt jelenti, hogy sokkal fiatalabb, mint a legrégebben alakult ugrós, legényes, forgós, forgatós táncaink. Ez a Verbunk és csárdása a legújabb tulajdonképpen a nép táncai közül. A 18.-19. században alakult és kristályosodott ki ez a dolog. És hát például itt ugye Nyíregyházán, illetve a nyíregyházi környékbeli településeken ennek óriási hagyománya volt. A mai napig is, amikor egy lakodalomba elmegyünk egy kisebb településen, a férfiak képesek arra, hogy külön a nőktől egy kicsit ottan csapjanak, táncoljanak, ezeket nevezzük Verbunknak. Verbunk, csapás vagy épp csárdás egyedül. Így is nevezik ezt a táncot, amely a szeptember 28-ai program középpontjában áll. A fellépő táncegyüttesek és a közönség számára a Szikes zenekar húzza majd a talpalávalót. Az egésznapos programban szerepel viseletbemutató, tréfás felbuválás és lesz szabad bál is. Az ember versben, dalban sok mindent el tud mondani, de is tudja táncolni. Ugyanezeket az érzéseket, ezt a világot meg tudja jeleníteni, és egy népzenével párosulva ez igazából egy olyan felgeteges sót tud mutatni a mai embernek, amelyben komoly tudás van, komoly gyakorlás van, és komoly előadásmód is van. És ez a hármas, hogyha egyesül, akkor azt hiszem, hogy csak olyan műsorok jöhetnek, amelyek szórakoztatóak, de közben van benne egy értékmentés is, mivel ugye, hogyha nem lennének ezek a táncoktatók és a táncosok, akkor szépen elhalványulhatna minden olyan érték, amelyet a régi eleink még táncoltak. A Verbunk napja összesen 5 helyszínt érint. A Hagyományok háza Sepsiszentgyörgy, Kóny és Komárom mellett az 5. a Sóstói Múzeumfalu, amely a szervezésben is részt vesz, és kísérő programjaival teszi teljessé a napot a hagyományőrzés jegyében. Az élő portáink azok, amik ilyenkor azt gondolom, hogy működőképesek ehhez a programhoz, ehhez a rendezvényhez. Ilyenkor a nagymosástól kezdve a gyújtókóstoláson át az élő kiállításokig van egy cukorkás kiállításunk, egy csíkostáska telebagázsnyi kiállításunk, amikhez mindig rendelünk olyan tárlatvezetőket, hagyományőröket, akik interaktívá tudják tenni ezeket az egységeket. És nagyon fontos az, hogy a gyerekek számára is a múzeum egy kicsit másképpen jelenik meg. Népi játszóudvarra, térképes játékkal is szoktunk készülni ezekre a rendezvényekkel. Mind a mellett per természetesen azzal, hogy kedvezményes jegyárra látogathatnak meg bennünket, és a szabad bál alkalmát 17:30-kor pedig teljesen ingyenesen látogatható a Sóstói Múzeum falu. A program sötétedésig tart, és rossz idő esetén is megrendezik. Abban az esetben a Csűrben kap helyet a Verbunk napja.